A Viktort nem engedi meg, ezt mondta Rubovszky György egy felvételen, állítólag nem Áder Jánosról, de lehet, hogy mégis. A korrupció, az adók csökkentése és megszorítás, ezeket várja Magyarországtól az Európai Bizottság. Megírták Matolcsy György felmondó levelét a szocialisták, egy hetet adtak neki, hogy aláírja. És hazaengedték a kórházból Kulka Jánost, mostantól otthon gyógyul. Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 6 órakor. És jöjjenek a legfrissebb hírek, ismét eltűnt egy utasszállító gép. Az Egypt Air légitársaság Párizsból Kairóba tartó járatának veszett nyoma, hajnalban tűnt el a gép a radarról, ezt az egyiptomi légitársaság közölte az egyik közösségi oldalon. A repülőgép 69 emberrel, 59 utassal és 10 fős személyzettel a fedélzetén szerdán 23 óra 9 perckor szállt fel Párizsból, és kairói idő szerint 2:45-kor veszett nyoma. A légitársaság tájékoztatása szerint a repülő mintegy 80 mérföldre, nagyjából 10 percnyire az egyiptomi légtértől tűnt el. Cáfolat cáfolatot követ, mióta nyilvánosságra került Rubovszky György KDNP-s képviselő diszkrétnek szánt beszélgetésének hangfelvétele. A Viktor nem engedi meg, ezt mondta Rubovszky, nagy valószínűséggel Áder János újraválasztásáról. A felvételt a Hír TV tette közzé. A képviselő később cáfolta, hogy a köztársasági elnökről beszélt volna. Csak hogy a cáfolatot megelőzően az ATV megkérdezte Rubovszky beszélgető partnerét, hogy kiről is volt szó. Vas Imre emlékei szerint Áder Jánosról. Szokatlan módon pogácsával és süteménnyel várták a képviselőket az igazságügyi bizottság ülésén. Hiába pakolták ki a finomságokat, nem az elnök Rubovszky György vezette az ülést, mint kiderült, ő éppen most utazott el külföldre. Pedig az újságírók nagyon várták őt. Múlt héten ugyanis a Hír TV kamerája előtt arról beszélt a KDNP-s képviselő, idézem, közölték, hogy nem létezik, hogy újra válasszák, a Viktor nem engedi. De Áder János nevét nem mondta ki a képviselő. A felvétel távolról a kamerára rögzített úgynevezett puska mikrofonnal készült. Vas Imre figyelmeztette is Rubovszkyt, hogy felveszik a beszélgetést. Ezt a képviselő tudomásul is vette, hiszen azt mondta, ezt a mennyiségű hangot, ezt csak nem tudja rögzíteni. Mint kiderült, nem csak ezt, de még azt is rögzítette a kamera, amikor Rubovszky megdicséri a Hír TV szerint Áder Jánost, azért, mert a kormány számára igazán fontos törvényeket nem vétózta meg. Ennél fügyesebben azért egyetlen lényeges kérdésem adott vissza, hogy meghatározta volna. Rubovszky beszélgetőtársa Vas Imre azt mondta, ő csak meghallgatta képviselőtársát, sok munkája volt, ezért nem kérdezte meg Rubovszkyt, honnan tudja, hogy Orbán Viktor nem akarja Áder Jánost államfőnek. Nem kérdeztem meg. Nem érdekelte azért, vagy mert nem volt nem ideje? Nem kérdeztem meg. De miért nem? Máshonnan nem tud erről? Nem tudom. Máshonnan. De miért nem kérdezte meg? Hát ez egy logikus kérdés lett volna ezután a beszélgetés után. Igen, de nem kérdeztem meg, utána a bizottsági munkával voltunk elfoglalva, és azóta nem kérdeztem el. És meg fogja kérdezni? Bizonyára, hogyha szóba kerül, meg fogom kérdezni. Szóba hozza? Nem biztos, hogy szóba hozom, alkalmasint, hogyha szóba kerül, akkor meg fogom kérdezni. 15 méterről azt lehallgatták. Rubovszky György egyáltalán nem cáfolta kedden, hogy Áder Jánosról beszélt, ma viszont azt mondta a Népszabadságnak, hogy az államfőről szó sem volt. Szerinte egy magánbeszélgetést hallgatott le a Hír TV, de az adatvédelmi hatóság elnöke szerint ez nem ilyen egyszerű. Általában a munkahelyen is megilleti a képviselőket a magánélethez való jog, de általában itt viszont közügyekről van. Szóval, hogy a konkrét beszélgetés melyik körbe tartozik, ahhoz ki kéne az ügyet vizsgálni. A Fidesz alelnöke szerint az államfőt Orbán Viktor jelöli, és a Fidesz elnöksége hagyja jóvá, de eddig egyetlen egy ilyen ülésen sem volt szó a jövő évi államfőjelölésről. A Fidesz alapszabálya, illetve a frakció szabályozata tekintetben világos, a közjogi tisztségviselőkre a miniszterelnök tesz javaslatot, de ezt minden esetben az én ismereteim szerint eddig az elnökség is megvitatta, illetve a frakcióban is döntés született arról, hogy a frakció támogatását bírja a jelölt. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke viszont erről egy szót sem írt közleményében. Ő szerint az államfő megválasztásának rendjét részletesen szabályozza az alaptörvény, és a folyamatban
kizárólag az országgyűlésnek van szerepe, vagyis szerinte így Orbán Viktornak a Rubovszki ügyre nincs is oka reagálni. 4 éve ennek az ellenkezőjét állította egyébként tényszerűen Lázár János. 2012-ben frakcióvezetőként beszélt arról, hogy a Fidesz alapszabályának értelmében a köztársasági elnöki poszt betöltésére a Fidesz elnöke, azaz Orbán Viktor tehet előterjesztést, aki akkor élt is ezzel a jogával. Szijjártó Péter még miniszterelnöki szóvivőként magyarázta el az újságíróknak, hogy miért tehet javaslatot a köztársasági elnök személyére Orbán Viktor. Annak oka, hogy a miniszterelnök, pártelnök, listavezető tesz előterjesztést a köztársasági elnök jelölt személyére, annak az az oka, hogy a miniszterelnök, pártelnök van abban a helyzetben, hogy azokkal a legfontosabb testületekkel tud konzultálni, amelyek a jelölés és az előterjesztés megtétele szempontjából a legfontosabbak, tehát az elnökséggel, a kormány tagjaival, illetve a frakció vezetőjével és tagjaival. Komoly korrupciós kockázatot lát Magyarországon az Európai Bizottság. A testület elsősorban a közbeszerzéseknél és az állami intézményeknél talált ilyen problémát, ezért a korrupció ellenes küzdelem megerősítését javasolja Magyarországnak. Sőt, az Európai Bizottság szerint megszorításokra is szükség lenne. Anélkül ugyanis a kormány képtelen lesz tartani a középtávú célokat. De a külön adók és az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentését is szorgalmazzák. A Nemzetgazdasági Tárca szerint az ajánlások nagy része megegyezik a kormány céljaival. A minisztérium szerint ezt mutatja, hogy csökkent a kiskeresetűek adóterhe, és csökkentik a bankadót is. Az együtt szerint azonban a kormány nem veszi elég komolyan a figyelmeztetést, és ez súlyos következményekkel járhat. Hangsúlyoznám, hogy ez nem Brüsszel mániája, ez a magyar polgároknak, a magyar vállalkozóknak volna az érdeke. A magyar kormány az, amelyik ezzel ellentétes gazdaságpolitikát folytat, és ezzel ellentétesen lopja szét a magyar közvagyont, és viszi haza az adófizetői pénzt. Az együttálláspontja szerint a Európai Unió jót akar Magyarországnak, tehát jó volna, hogyha a magyar kormány ezt meghallgatná. Megírta Matolcsi György felmondó levelét az MSZP. A szocialisták elnöke kollégáival együtt vitte el a levelet a Nemzeti Bankba, amit át is vettek tőlük. Tóbiás József 1 hetet adott arra, hogy Matolcsi aláírja a felmondását. Ha nem teszi meg, akkor az MSZP Áder Jánoshoz fordul, hogy menesse a jegybank elnököt. A Nemzeti Bank szóvivője politikai hetz kampánynak tartja az akciót. Hát ezt szeretnénk átadni most a jegybank elnökének. Remélhetőleg bent lesz a munkahelyén is át tudja venni. Nem volt szerencséje Tóbiás Józsefnek, Matolcsi György ugyanis éppen házon kívül volt délelőtt, a felmondó levelet egyik munkatársa vette át a szocialistáktól. Az MSZP-sek azért akarják lemondatni a jegybank elnökét, mert szerintük Matolcsi György méltatlanná vált a posztjára. 2018-as választás az azon fog múlni, hogy mi koncepciónk, a mi elveink, a gazdaságpolitikánk, társadalompolitikai szemléletünket a társadalom mennyire fogja elfogadni. Hétvégén az Echo TV egyik műsorában utalt arra Lentner Csaba, hogy a Fidesz választási sikeréhez van szükség a Nemzeti Bank alapítványaira. Tóbiás József szerint ezzel egyértelművé vált, hogy Matolcsi György nem a közszolgája, hanem pártkatona lett havi 5 millió forintért. A politikus 1 hetet adott a jegybank elnökének arra, hogy aláírja a felmondó levelet. Világossá vált, hogy csalni akart. A csalásnak pedig az a következménye, hogy méltatlanná vált, és mostantól kezdve a köztársasági elnök és a miniszterelnök kezében van Matolcsi György sorsa. Bízom benne, hogy a köztársasági elnök a megfelelő és szükséges jogi lépéseket meg fogja tenni. Az MNB szóvivője politikai hetz kampánynak tartja Tóbiás József levelét, így azt nem is veszik komolyan a jegybank. Egy hazugságra épülő támadás, amit a Magyar Nemzeti Bank nevében határozottan visszautasítunk. A Magyar Nemzeti Bank nem bonyolódik pártpolitikai csatározásokba, akkor sem, hogyha úgy tűnik, hogy Tóbiás József valószínűleg rosszul áll az MSZP-n belül folyó elnökválasztási csatározásban, és azt gondolja, hogy ilyen akciókkal tudja a saját támogatását növelni. Hétvégi Balázs azt is mondta, hogy a Nemzeti Bank sikeres munkát végzett az elmúlt években, és a jövőben is ezt folytatja majd. A jegybanknak nincs joga saját hatáskörben elkölteni az árfolyam mozgáson nyert milliárdokat, így véli Surányi György. A Nemzeti Bank korábbi elnöke azt is mondta az egyenes beszédben, hogy a jegybank nyereségessége egyáltalán nem minősíti a monetáris politika minőségét. Pocsék monetáris politika mellett is lehet nyereség.
Surányi szerint a 2013 előtti jegybanki politika lényegesen kedvezőtlenebbül hatott a magyar gazdaság teljesítményére, mint a Matolcsi féle. Ezzel együtt a Nemzeti Bank mostani milliárdos költéseit jogtalannak tartja. De a monetáris politika végrehajtásából eredő eredmény, a eredmény vagy veszteség valamilyen módon a közösséget illeti. Arról nem dönthet egy nem demokratikusan megválasztott intézménynek a vezetése. Ez nem azt jelenti, hogy antidemokratikus a jegybank vezetése. Értem. Ez értelmesen van kitalálva, hogy így kapja, de erre nincs jogosítványa. Talán mégsem blöf, hogy Matolcsi György unokatestvére Szemerei Tamás érdekeltségébe tartozik a vs.hu. Erről a portál volt munkatársai beszéltek a Magyar Narancsnak. A lapnak többen, köztük Kerényi György volt főszerkesztő is megerősítette, hogy Szemerei tulajdonosként járt és tárgyalt a portál szerkesztőségében. Egy másik dolgozó pedig azt mesélte, hogy amikor 2 éve tavasszal Szemerei először járt a lapnál, a volt főszerkesztő csak annyit mondott a munkatársaknak, ő a gazda. Matolcsi György tegnap a parlamentben cáfolta, hogy az unokatestvére lenne a vs.hu tulajdonosa. Blöfnek nevezte az erről szóló híreket. 132 fát vágatott ki a jegybanki alapítványok tulajdonában lévő Kecskemét Duális Oktatás ZRT, hogy helyet csináljon az új egyetemi városrésznek, írja a Világgazdaság a Nemzeti Bank szóvivőjére hivatkozva. Az egyetem az országgyűlés tavalyi döntése szerint júliustól jön létre Pallas Athéné néven, a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola összevonásával. 15 milliárd forintért. Az alapítványok szóvivője azt ígéri, a kivágott fák helyére több mint 6-szor annyi facsemetét ültetnek majd. Egyelőre kimaradhatnak a Sivicska Lajos érdekeltségébe tartozó Mahír hirdető oszlopok Budapesten. A fővárosi ítélőtábla ugyanis helyben hagyta a januári elsőfokú ítéletet, amelyben megtiltották a fővárosnak, hogy elbontsa a társaság még megmaradt oszlopait. Egyúttal kötelezték a fővárost, hogy biztosítsák a cégnek a közterület használatot. A több mint 640 Mahír oszlopból 120-at már elbontatott a főváros, ezeket a cég most visszaállíthatja. Sztrájkra készülnek az önkormányzati dolgozók. A közszolgálati dolgozók szakszervezete szerint a többség 8 éve nem kapott béremelést. Közleményükben azt írják, hogy az emelés elmaradása a települési hivatalok kiürülését eredményezheti. Ez pedig gyakorlatilag a vidék halálát jelenteni. A június 22-ére meghirdetett 2 órás munkabeszüntetéssel 30%-os keresetnövekedést akarnak elérni. Soros György állhat a Clinton család magyar kormánytért kritikáinak hátterében. Erről Szijjártó Péter külügyminiszter beszélt Bulgáriában. Bill Clinton volt amerikai elnök szerint Magyarország a demokrácia helyett egy Putyin-féle vezetést szeretne. Az Egyesült Államok budapesti nagykövete viszont magánvéleménynek nevezte Clinton bíráló szavait. Bill Clinton feleségének New Jersey kampányrendezvényén kritizálta Magyarországot. Az egykori demokrata amerikai elnök szerint, ahogy a republikánusok várható elnökjelöltje Donald Trump, úgy a magyarok sem kérnek a külföldiekből. Poland. Lengyelország és Magyarország két ország, amely nem lenne szabad az Egyesült Államok és a hosszú hidegháború nélkül, most úgy döntött, hogy a demokráciával túl sok a baj, ezért most egy Putyin-féle vezetést akarnak. Jöjjön csak egy tekintélyelvű diktatúra, és ne engedjék be a külföldieket. Mondta Clinton, aki úgy vélte, hogy a demokráciát egyedül felesége tudja megvédeni. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter már kedden visszautasította Bill Clinton szavait. Szerinte ugyanis senki sem engedheti meg magának, hogy sértegesse a magyar embereket. Colin Bell, az Egyesült Államok budapesti nagykövete a Közép-Európai Egyetemen tartott keddi előadásán nem akarta kommentálni Bill Clinton kijelentéseit. Hallottam Clinton elnök nyilatkozatát, de tudnia kell, hogy ő egy magánember, aki a saját nézeteit és magánvéleményét képviseli. His own perspective and his own opinions. Szijjártó Péter Szófiában az Európa Tanács külügyminiszteri ülése után arról beszélt, hogy Soros György állhat Bill Clinton kritikája mögött. Az elmúlt napok amerikai kritikái egy tőről fakadnak.
Úgy tűnik, hogy a Clinton családdal köztudottan jó kapcsolatot ápoló, és a Clinton család politikáját mindig is támogató Soros György elégedetlensége a magyar kormánnyal szemben most már megjelent a Clinton család kommunikációjában is. Az világos, hogy Soros György elégedetlen a jelenlegi magyar kormánnyal, és egy olyan kormányt szeretne látni Magyarország élén, amely barátságosabb vele szemben, illetve számára kedvezőbb döntéseket hoz. Szijjártó Péter szerint azonban a tények száfolják a napokban elhangzottakat, ugyanis, mint fogalmazott, az amerikai vállalatok egyre másra helyezik a tőkéjüket és ezáltal a bizalmukat Magyarországba. Emlékeztetett rá, hogy tavaly az Egyesült Államok volt a legjelentősebb nem uniós gazdasági partnere Magyarországnak. Négy sebesült kurd harcost ápolnak a budapesti Honvéd Kórházban. Egy tavaly megkötött megállapodás értelmében rendszeresen érkeznek a fővárosi kórházba sebesült kurd harcosok. Szakértők szerint ápolásuk inkább szimbolikus jelentőségű, és nem jelent veszélyt az országra. Az iszlám állam elleni háborúban megsérült pesmerga harcosok közül néhányan közelebb vannak hozzánk, mint gondolnánk. Néhányukat itt, a Honvéd Kórházban ápolják. Pontosan egy éve döntött úgy a külügyi, majd később a honvédelmi tárca, hogy Magyarország így segíti az ISIS elleni küzdelmet. 2016. februárban megérkezett az első delegáció, és a delegációban 4 sérült és 1 tolmács volt. Ezek 4 hét ellátás után távoztak az országból, ezután május 12-én megérkezett a következő 5-ös csoport, és ennek jelen pillanatban az ellátása folyamatban van. Magyarország az iszlám állam elleni szerepvállalás jegyében 2014-ben már küldött katonákat az iraki Erbilbe, arra a területre, ahol főleg kurd harcosok tartják a frontot az ISIS-szal szemben. Akkor kell segíteni, amikor baj van, és aki a bajban segít, az duplán segít. Az ELTE korábbi dékánja 2014-ben járt először a pesmergák között. Ezután egy konferencián beszélt arról, hogy Magyarország főleg egészségügyi ellátással tudna segíteni a kurdoknak. De Dezsül Tamás közvetlenül nem vállalt szerepet a pesmerga harcosok Magyarországra hozatalában. Ez egy szimbolikus dolog, nem tudom hányan vannak itt, 1, 2, 3, 4, tényleg nem tudom. Akkor ezek a szimbolikus apró kizsók, ezek messze túlmenőnek a jelentőségben, és ezt nagyon díjazzák. Tehát az iraki kurdok azt pontosan tudják, hogy ki az, aki nekik a bajban segít. Ezek szimbolikus dolgok, viszont fegyvert nem nagyon tudunk küldeni, harcolni nem tudunk az oldalukon, tehát mi az, amiben tudunk még segíteni. A Közszolgálati Egyetem docense szerint a néhány Magyarországon ápolt pesmerga harcos valószínűleg nem fogja külön kiváltani az ISIS haragját. Kaiser Ferenc azt mondja, egy Magyarországon elkövetett merényletnek nincs hírértéke, az iszlám államnak pedig rendkívül fontos a marketing. Nem hiszem, hogy az iszlám állam külön emiatt felvenni Magyarországot a célpontlistára. Magyarország eleve ott van, mint NATO, meg EU tag, meg mint amelyik fellép az iszlám állam ellen. Igaz, hogy hazánk erőforrásához képest és arányában mondjuk a nagyhatalmakkal viszonyítva limitált módon. De ezen a listán Magyarországon kívül több mint 50 ország szerepel. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke az ATV.hu-nak elmondta, a magyar hatóságok nem titkolóztak a hazánkban ápolt pesmerga frontkatonákkal kapcsolatban, hanem egyszerűen védték a NATO tagságunkból következő humanitárius feladatvállalás alanyait. Molnár Zsolt hozzátette, az erről szóló információvédelme az iszlám állam európai sejtjei miatt fontos, ezért problémás, hogy az ügy most sajtónyilvánosságot kapott. Jelentősen emelkednek az üzemanyag árak péntektől, 9,9 forinttal drágul a benzin és a gázolaj literje is, ekkora emelés már évek óta nem volt. Ezzel a benzin 5, a dízel ára 4 hónapos csúcsra emelkedik. Az emelést a dráguló olajár és a gyengülő forint indokolja. A 95-ös átlagára 340, a gázolaj 335 forint körül lesz, az egyes kutak árai között azonban továbbra is komoly különbségek lehetnek. Felfüggesztett börtönt kért az ügyész arra az ápolóként dolgozó férfira, aki egy lekötözött, védekezésre képtelen betegre emelt kezet. Az áldozat részeg volt, agresszívan viselkedett. Orvosi utasításra kötözték le a kezeit. Verés azonban nem szerepelt az ápoló feladatai között.
Ide a Miskolci kórházba vitték még tavaly áprilisban azt a súlyosan ittas nőt, aki szinte önkívületi állapotban tombolt. A nő kézzel lábbal kapálózva próbált ellenállni az ellátásnak. Az orvos ezután döntött úgy, hogy egy tolókocsiba ültetve a kezeit kötözzék le. A nő ezután is agresszív volt, mire az ápoló próbálta elhallgattatni. Az ápoló 3 alkalommal a fején megütötte. Az ütés következtében olyan sérülései keletkeztek, amelyek arccsonttöréssel, illetőleg orrcsonttöréssel jártak. Ezt az egy órán belüli orvosi vizsgálat állapította meg, illetőleg azt is, hogy a beszállításkor ezek a sérülések még nem voltak rajta. A kórház vezetése a jelentésekből szerzett tudomást a történtekről, vizsgálatot indítottak és megtették az ilyenkor szükséges lépéseket. Úgy ítéltük meg, hogy itt azért egy hatósági bejelentésre is van szükség, tehát a kórház megtette a maga részéről, amit megtehetett, tehát egy rendőrségi feljelentést tettünk. A munkavállalói vagy a munkáltatói felelősségre vonás azért nem érhetett véget, mert a kolléga időközben itt hagyta a munkahelyét. A 23 éves ápolónak védekezésre képtelen ember sérelmére elkövetett súlyos testi sértés miatt kell bíróság elé állnia. A büntetése akár 5 év is lehet, de az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést javasol. Telepakolt hűtő mellett halt éhen az a másfél éves kislány, akire csontsoványan találtak a mentők még a múlt héten. A Bors úgy tudja, hogy mire a szülők segítséget hívtak, a gyerek már órák óta halott volt. A kőfaragó művészként dolgozó apa lakásában volt elég ennivaló a hűtőben. A portál úgy tudja, a kislányt fél éve nem látta orvos, pedig havonta kellett volna. A lap szerint egyébként a gyermekvédelmi szakembereknél bevett gyakorlat, hogy a védőnő a járőrökkel megy ki a problémásabb családokhoz. Otthonában gyógyul tovább Kulka János, a színészt hazaengedték a kórházból, tudott a közleményben a család. Kulka kezelőorvosai úgy döntöttek, hogy az otthoni környezet segíthet a felépülésben, hozzátéve, hogy hosszú folyamatról van szó. A család igyekszik számára a lehető legnyugodtabb körülményeket biztosítani, ehhez továbbra is kérik az ismerősök és rajongók megértését és tapintatát. Kulka János április 12-én este idegrendszeri tünetekkel szállították kórházba, ahol gyors és sikeres sztrókellátásban részesült. Az NHL-be igazolt a magyar hoki válogatott kapusa Vay Ádám. A magyar játékos még soha nem lépett pályára a világ legerősebb bajnokságában. A Minnesota Wild a honlapján hozta nyilvánosságra, hogy leigazolták a magyar kapust. A játékos az MT-nek azt mondta, hogy a szentpétervári világbajnokság alatt keresték meg, júliusban pedig már ki kellett menni az Egyesült Államokba edzőtáborba. Az eddig a Debrecennél játszó kapus világbajnokságon a lövések több mint 91%-át védte ki. Elhunyt Pajor Kornél, aki egészen idén márciusig a magyar gyorskorcsolyázás egyetlen világbajnoka volt. Több országos csúcs és olimpiai szereplés után 1949-ben Oszlóban lett a világ legjobbja. Onnan már nem is tért vissza Magyarországra. 1952-ben az Európa-bajnokságon svéd színekben indult. A versenyzéstől 1960-ban vonult vissza. Építészmérnökként dolgozott tovább. Nevéhez köthető a stockholmi reptér és a Skála Budapest terveinek kidolgozása is. 2012-ben ő volt a budapesti gyorskorcsolya EB arca. Pajor Kornél 92 éves volt. A Híradó után most kezdődik a Világhíradó, várom vissza Önöket.